barátságok szétmennek, stb. Tehát... Neked azért egy speciális családod volt bizonyos szempontból, hiszen ezt láthattuk is. Milyen volt a 80-as, 90-es években egy buddhista családban gyereknek lenni? És mi az, amit onnan hozol magaddal? Akkor nekem teljesen normálisnak tűnt, hogy mi buddhisták vagyunk, és nagyon sokszor engem egyébként próbáltak szinte szembesíteni azzal, hogy az én családom furcsa, sokszor beszéltek úgy a suliban az anyukámról, hogy a Kristóf, akinek az a fura anyukája van. Volt olyan, hogy azt mondták, hogy az iskolatársaim, hogy én bálványimádó vagyok, mert a buddhizmusról ezt mondták nekik az őszüleik. És szépen lassan eljutottam oda, hogy leginkább egyfajta ilyen morális térképnek élem meg azt, ahogy én felnőttem. Tehát hála a magasságos égnek kaptam a szüleimtől egy olyan térképet, ami a mai napig segít tájékozom. Mi van ennek a térképnek a központjában? Mi az a mondat, ami ott van? Vagy mi az a gondolat, ami ott van? Az egyik legfontosabb gondolat az a ne árts. Ez a buddhizmus egyik alaptétele. Így van. És ez nyilván arra is vonatkozik, hogy ne árts másoknak és saját magadnak sem. Erről sokan elfeledkeznek. És minden más, ami a buddhizmus alap gondolata, alapvetően a karma törvénye az, hogy ugye amit kirakunk, az visszatér hozzánk. Tehát, hogy nagyon sok esetben az emberek ezt először, nem tudom, 20 évesen hallanak erről a koncepcióról, mint valami lila, ködös, spirituális, ezoterikus történet. Nekem pedig ez olyan valóságos volt, mint hogy itt van ez a kávé. Azt említetted, hogy nem csak az a lényeg, hogy másnak ne árts, hanem magadnak sem. Te ártottál magadnak? Rengetegszer ártottam, és a mai napig rengeteget ártok magam. Hát ki nem árt magának őszintén? Egy percünk van a reklámokig, úgy kell tudod, emlékszel, tévés műsorodat. Igen. Leginkább úgy, hogy nem veszem észre, hogy választhatnám a békés megoldást, amikor konfliktusba kerülök saját magammal. Tehát én nagyon gyakran ostorozom magam dolgokért, és azt hiszem, ennyi fért bele a reklámig. Nem, még van 35 másodperc, ne hülyeskedj. Nagyon nehezen tolerálom a saját hibáimat, tényleg, és ahelyett, hogy kedvesen terelgetném magam időnként, iszonyú konfliktusba keveredek magammal, ami után végül még jobban haragszom magamra, hogy nem kezeltem magam jól.